Azt gondolom, hogy a felkészülés ebben a szakaszában ezzel a csapat ellen, akik erőszakosan, agresszívan játszottak, elégedettnek kell lennem, és a második mérkőzésen, amikor emberhátrányba kerültünk, akkor a lányok igazán sokat mozgósítottak, úgyhogy természetesen sokat kell még dolgoznunk, azt viszont talán elmondhatom, hogy körülbelül ott tartunk, ahol lehet tartani ebben az időszakban. Remélem, hogy egy hosszabb nyári pihenő után a lányok feltöltődve visszaérkeznek, és szeptemberre fel tudunk úgy készülni, hogy meglegyen az eredmény az Európa-bajnoki selejtezőn. Nagyon jó meccs volt szerintem, sokkal jobban játszottunk, mint kedden, és összeszedettebb volt a csapat, a helyzeteket is sikerült jobban kihasználnunk, és személy szerint nekem is jobban ment a játék. Ez az összetartás is jobban sikerült, és hát dolgozunk, hogy a jövőre is sokkal jobb legyen a csapat. Az első meccs az egész jól ment, bár az első fél időt kicsit elkapottam, de úgy érzem, hogy egész jó volt. Szeretnék szerepelni még a válogatottban. Két lányt hoztunk haza Németországból. Azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon jó benyomást tett ránk. Remélem, hogy a következőkben is rendelkezésre fognak állni. Ők erősítések. És azt gondolom, hogy aki itt volt, az mindenki becsületesen tette a dolgát, helytálltak.